így az elkövetkező időszakban így ilyen parkokat járunk, meg erdőket. Aha, ja. Hát még egy bő egy hétig biztos. Hát ez a hét, meg a következő. Ja. A slidert, mert egy béka volt a sinyel, érted? Mi a faszom? Menjenek se még? Jó kérdés. Erre nem mutatja a tavat? Ja, de. Most videózok. Ne videózz el, öcsém! Mi ez? Nem merek felnézni, kifélek, hogy kilövjesz. Mi a faszom az? Mi ad ki ilyen hangot, Bence? Ilyen hangot madár nem ad ki. Yes! Sírok. Hogyan? De, kis fiókák vágod. Komolyan? Egy kis fióka. És így köhétsel, meg izé. Nem egy van ott, haver? Több is, ja. De tudsz oda, bátnak ezzel nem tudok bemenni oda. Beszorult egy madár, öcsém. Kúra. Az nem egy fióka. De lehet, hogy csak azért csipog, mert bekapcsolva hagytad hosszabb ideig, és nem nyújt el hozzá. Szóval nézzük, mi van itt is. És merre kell menni? Hát merre akarunk? Hát a tóhoz vissza. Na jöttünk, honnan? Balra. Viszti? Nem kapcsolunk egy... Ott van az meg. Balra, Viszti. Oda találunk mindenhol. Ez az, nem? Ilyen komi van.
nézzük meg. Jó lesz. Hát ez is egy szar hely, nem? Miért jöttünk ide? Fasznak. Elegem van már ebből a sok zöldből, meg ebből a sok geci madárból. Most megyünk, bal oldalunkon volt a bársonyház. Nem volt lentület. Kezem is kapott. Geci! Geci! Mi a faszom ez itt? Kész. Hova jöttünk? Hova a gecibe jöttünk? Isten! Milyen az egész? Nagyjás kút, bassz a szájba! Akkor forduljunk vissza. Hát a GPS szerint igen. Megnézhetjük még a... Ha még itt van. Vitányvári kirándulóhelyet, hogy az esetleg közelebb van. Nézzük. Akkor beütöm azt. Hú, de kemény, bazd meg.
Igen, főleg sokszor azt érzem, hogy a semmibe megyünk, bazd meg, de valamiért mindig megtaláljuk ezt a kibaszottat. Ez már nem egy izének van kipelhába. Rendes autónak ez az út. Bence, jól néz ki, meg itt minden. Itt leszünk be balra amúgy, de oda nem egy megkocsival szerintem. Ez még istenes kocsi. Figyelj, a szép ilonka forrás, amit meg itt vagy, a Bence elsétált. Amúgy az nem a szép ilonka. Nem a szép ilonka, hanem... A másikhoz. Tányvári kiránduló helyhez jöttünk, fedett pihenő. Megtaláltad? És nem. Na ez az. Mit ír a GPS most? Arra. Kész, hozz meg. Ez az az út, amit... Itt jöttem végig. És a magas lesz az arra? Itt, most a forrás az erre, balra, föl. Hát mondjuk úgy. Hetedik nap. A legnagyobb szopó. Elástuk magunkat a sárba egy párszor. Kurvára eltévedtünk. A vértesztbe többet nem jövünk. Itt dögszag van, gecire. Ne kúrjál. Hent nézel. Én úgy elküldöm a gecibe. Főleg nem, és megmondom neki. Ezt nagyon csúnyán beszoktuk. Van. Még visszaugrok gyorsan egy pillanatra. Ki gondolta volna? Ugye? Fejlődik. Na már most legyőzöm. 8. nap! Ilyen videó? Csabinak. Első. Meg Csabinak az első. Bence elment egy futóversenyre. Az igen. No, itt van az őslegi cédék. Ez 20 éves. Jó. 20 éves, várjál. Aha, 20 éves. Csabin, most tartok a 2700 kilométernél. Most 4 napban van még... 700. 700, 600, 700. Most irány a Bakonybél. Egyő Texas, egyő Budapest. Megint. Reméljük, most nem szopjuk be úgy, mint... Mikor? Tegnap előtt. Ja, a kis kedvül, amikor hát egy volt. Kis 4 órás sárásás. Indul a buli vonat. Jó van. Kettő, három,
Ez Budapest, bazd meg! Visszaértünk a jó időbe. Trágyába esik az eső. Miért van az, mindig Budapesten mindig esik az eső? Nem kell. Nem volt semmi eső. Eső. Az összes eső. Szabad tisztán. Aztán gyere vissza. Jó. Hogy egyen jó. Jó. Tizedik nap. Nekem a harmadik. Harmadik nap neki. Nekem a tizedik. 3250 kilométernél tartunk. És 8000 a szintkülönbség, nem? Több mint 8000 méter szintkülönbség. És most megyünk Pacára. Paca. És onnan meg megyünk a... Hol vagyunk most? Most vagyunk Mesztegnyőn. Mesztegnyőn vagyunk. Macoli mellett. Kurva jó hely. És aztán megyünk Pacára a Csipányforráshoz. Csipányforrás. És onnan meg megyünk Bőszínfán a Ropoly tó mellett a Dugáskúthoz. Dugáskút? Nagyon jó. Ez a mai bulivonat. Úgyhogy el is indulunk. Várjál már, hogy is oda izért. Felüti a GPS-t. Hogy kell? Még azt majd odaérünk Pacára. Még azt nem kéne metál. Egy extrém parkba is szadomazó szerkós emberek. Meccs extrém. Sokadik az, hogy na ide kéne költözni, vagy ide kéne visszajönni.
bejössz az erdőbe, és utána az első kanyarnál jobbra ott van az Erdészeti út. És azon följössz a Sorompón, átjössz, utána a jobbkéz felé az első aszfaltoson lekanyarodsz, és lejössz egészen, ameddig csak tudsz az aszfaltoson, ott egy nagy plac van rakodó. Jó, hát hozzad akkor. Csezd meg, ember, kinyírlak. Oké, okay, megfognád, ezt kérlek. Mondd a lehet, hogy ez eddig legnagyobb széllökés volt. Van rólad egy premier plán. 160 kilométer Budapest, bazd meg! Na az van, bejártuk az egész kibaszott mecseket. Úgy bevitt minden zegzugát, bazd meg! Úgy bevitt az erdőbe minket az erdész, bazd meg, hogy megkerültük az édes anyánkat is. De amúgy jó volt. Viszont voltunk a paradicsomban. Megnéztük fölülről, mondjuk így. Igen. Na, 160 kilcsi, 12. nap, átléptem a 3728 kilométer. Nagyon ki vagyok. Nem baj. Nem baj, most pihenünk egy jót. Hát Tolna megyében vagyunk. Tolna megye, hogy Tolna meg a anyám. Na. Most van Kurdon. Kurdon. Nem láttunk semmit, bazd meg. Na mindegy, a lényeg, hogy hazafelé tartunk. És most jön a pihi. Aztán passzom más tovább. Viszlát, békesség, áldás.